Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. Sok szeretettel köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit, ez a Középpont, a mikrofonnál Király Tamás, élőben jelentkezünk, 10 óra 24 perc van. Vendégünk pedig Rubbi Gergely, a Jobbik egykori országgyűlési képviselője, aki egy igazán izgalmas ügybe keveredett. Itt van már velünk a vonalban, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Mert hogy az történt, hogy Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök jelöltje egy hajdúhatházi utcafórumon járt, aztán ott egyszer csak valami történt, aminek az lett a vége, hogy önt valakik földre vitték. A Jobbik azt mondja, hogy provokációról volt szó, meg hogy önkezdte ezt az egészet, mert bekiabált, meg is rúgta valamelyik biztonsági cég emberét, vagy valamelyik jobbikos aktivistát. Szóval egyáltalán hogy került a Jobbik hajdúhatházi utcafórumára? Hát én Hajdúhatházon lakom, és néhány percre lakom a rendezvény helyszínétől, és én elég gyakran szoktam arrafelé sétálni, tehát ez nem egy olyan ördögtől való dolog, hogy én hogy kerültem oda. Azon kívül abba a parkba, ahol volt a rendezvény megtartva, ott van egy általunk emelt trianoni emlékmű is. Közben nekem a fülembe egy zene elkezdett szólni. Van egy aláfestő zene, igen. Igen, köszönöm szépen. Kérem a technikusokat, hogy esetleg húzzák le, mert lehet, hogy barátságosabb lesz úgy a beszélgetés. Köszönjük. Igen, elég hangos volt, és nagyon zavaró. Szóval én ott lakom, úgyhogy ez nem egy olyan dolog, hogy én mit kerestem ott. Találkoztam ott néhány barátommal, úgy a sétáltatás közben. Tudta, hogy lesz ez a rendezvény? Hát abból, hogy volt valami készülődés, hogy abból lehetett sejteni, hogy lesz valami. Aztán amikor megtudtam, hogy mi fog ott történni, akkor gondoltam, megvárom már az eseményeket, hogy mi lesz, hogy lesz, mint lesz. És ugye volt ugye helyi Jobbik elnökként, ugye kíváncsi voltam, hogy kik maradtak a pártból. Hát ott ugye az érdeklődés az nem volt nagy, 10-15 fő jelenlétével zajlott ez az egész rendezvény. Nagy részt olyanok voltak ott, akiket mi annak idején ugye vállalhatatlan magatartások miatt kizártunk a pártból. Milyen magatartások voltak? Hát volt egy, aki például egy rendezvényen részegen megtámadott kora reggel egy polgárőrt. Tehát egy ilyen magatartás, hogy emellek semmi keresnyevő nem volt ott a pártból. Őt kizártuk, aztán különböző aknamunkákkal és különböző cselekményekkel folyamatosan szabotálta a Jobbik helyi munkáját, úgyhogy megváltunk tőle. Ezek most nagyon jól kiegészítik a Jakab-féle Jobbikot. Tehát akkor, ha jól értem, akkor van Hajdúhatház, ami, ha minden igaz, akkor egy ilyen körülbelül 13 ezer fős település, és akkor ott volt nagyjából egy 15-17 Jobbik szimpatizás. Hát körülbelül, így tudnám megfogalmazni. Volt egy 30 fős rendezői gárda, 40 rendőr, úgyhogy így 70-80 fő volt jelen a rendezvényen. Tőlünk olyan 60-70 méterre volt a rendezvény, ahol mi álltunk a saját trianon emlékművünknél. Aztán mi békésen beszélgettünk, amikor az egyik jobbikos provokátor odajött hozzánk, és ráült a trianon emlékművre, és rátette a lábát is, mezzel meggyalázva az emlékművünket. Ezt a jobbikos úriembert ismerték? Hát ugye a jobbikos csapattal jött, azzal a verőember csapattal, aki ugye rám is rám támadt. Úgyhogy személy szerint nem ismertünk senkit, tehát se név szerint, se akkor. Nem egy helyi jobbikos ült rá a trianon emlékműre, hanem valaki Jakab Péter stábjából, vagy azból a biztonsági cégből, aki, mert ugye Jakab Péter azt mondja, hogy nincsenek testőrei, hanem egy biztonsági céget bíztak meg a rendezvény biztosításával. Az lehet, hogy őket, csak ugye ezek semmilyen jelzést nem viseltek, mert ugye ilyenkor a rendezvény van, akkor megkülönböztető feliratú, rendezői feliratú mellényt illik azért viselni, vagy valamit, amiből lehet tudni, hogy ők valamelyik rendezvénynek a szervezésével foglalkoznak, vagy biztosításával foglalkoznak. De ez is egy hazugság, mert ugye a rendezvény biztosítását a rendőrség látta el. Tehát itt hogy egy fogalomzavarba szenvednek, és nem tudják, hogy nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal, ugye fogalmak nincs arról, hogy hogy zajlik. Viszont visszatérve a magának ugye az atrocitásnak a kiindulása, ugye az volt, hogy felszólították ott a barátaim, hogy ugyan szálljon már le az emlékműről, nekünk nem tett eleget, flagman agresszívan válaszolt, majd feltűnt ott szintén a Jakab Péter stábjából
úriember, aki elkezdett életveszélyesen fenyegetőzni, hogy visszatérünk még majd éjszaka csoportosan. Tehát jöttek ezek a adokabok fenyegetések, és a következő pillanatban szemből rám támadt, és elkezdett ütni egy ember, és ugye ezzel egy időben hátulról aljas módon torkon ragadtak, és elkezdtek... Ez az, ami már a felvételen is látszik. Igen, ez az, ami a felvételen is látszik. És ugye ennek nem volt semmi előzménye, annyi, hogy a tanúk tudják igazolni, ugye 6-7 tanú tudja igazolni, hogy ugye rám támadtak és elkezdtek ütni. Utána nyilván történt, egy 15-20 méteren keresztül rángattak, és ott nyilván egy ilyen ember, akit folytogatnak, az megpróbál mindent megtenni a szabadulása érdekében, én is. És ugye amikor kiszabadultam, akkor már a rendőrök megérkeztek, és igazából itt ért véget a történet. Utána még annyi történt, hogy a egyik hírportál a megjelent videó szerint ott még a Jobbik emberei még ott életveszélyesen megfenyegettek helyieket, majd leléptek, és úgy a helyieknek mit mondtak? Hát megeszlek anyáddal együtt konkrétan, ugye ez, amit én hallottam, de hát még ott a válogatott sértések, amik ugye nyomdafestéket nem tűrnek, azok még szerepelnek a videón, úgyhogy elég bunkó, agresszív módon intézték ezt el. Semmi őt nem tettek ott az emberek, akik mondjuk a társaságomban voltak, ami ne férne bele a szabad vélemény nyilvánításba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha valakinek nem tetszik a más véleménye, és ezt így akarja megtorolni, hogy azonnal verő embereket küld és agresszív módon támadnak, ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy mi lesz, hogyha ezek kormányra kerülnek esetleg, nehogy Isten, akkor agyon fogják lőni azt, aki nem ért velük egyet? Ha már a lövésről beszélt, akkor Jakab Péter úgy reagált erre az egész történetre, hogy a fórumon megjelent egy fickó, ezt gondolom ön, akit sokan csak arról ismernek, hogy szeret lőfegyverrel mászkálni. Ez az illető a fórumon zaklatta a választókat, majd megrúgta az egyik jobbikos szervezőt is. Ezután a fórum lebonyolításáért felelős egyik rendezvény biztosító tette a dolgát. Menjünk végig ezeken a pontokon. Van önnek lőfegyvere? Nincs. És szeret lőfegyverrel mászkálni? Hát és nyilván, hogyha magunk fajta lőfegyverrel mászkálna az utcán, akkor a jakabféle jobbikosok nem mászkálnának az utcán. Úgyhogy nem. Nincs ilyen, hogy szeretek lőfegyverrel mászkálni. Vagy és sem. Volt valaha önnél lőfegyver? Hát voltam lőtéren már, igen. De hogy mondjuk akkor az utcán sétált már lőfegyverrel? Hát az utcán lőfegyverrel sétálni nem szabad, úgyhogy nem. Akkor ezt honnan szedte Jakab Péter? Hát ilyenkor kapálóznak, ugye ő egy gyáva, jellemtelen ember, ugye le is tagadta a saját személyes védelmét ellátó embereket, nyilvánosan megtagadta őket, hogy bármi közük is lenne hozzá. Tehát nem az első eset, hogy cserbe hagyja a bajtársait, úgymond, hogy amikor Jobbik vezetőségébe került, aktívan részt vett, hogy kirúgja a vele nem szimpatizáló saját pártársait. Szóval nem gondolnám, hogy egy ilyen jellemtelen embertől ez egy váratlan cselekedet lenne. A másik ugye, hogy azt mondja, hogy a fórumon zaklatta a választókat, akkor itt arra gondol, amikor szóltak, hogy valaki szálljon le a Trianon emlékműről, vagy volt egyéb bekiabálás is? Tehát, hogy mondjuk, ugye azért ön korábban is volt már Jobbik rendezvényen, ahol kifejtette elég hangosan az álláspontját. Ilyen a mostani rendezvényen előfordult? Ilyen biztos, hogy nem fordult elő. Semmi nem történt, ami a szabad véleménynyilvánítás ugye túlhaladta volna. De olyan, tehát véleményt nyilvánított? Tehát mintha elkezdte mondani, hogy ez a Jobbik, nem az a Jobbik, vagy... Nem, abszolút nem. Tehát nem kiabált be Jakab Péter beszéde alatt? Nem. Semmi nem volt? Nem. Azt, hogy mi ezt beszélgettünk, és onnan a csoportból voltak, odafelé a ordinári hazugságokat megtáfoló úgymond beszólások, az lehetséges. Viszont ha ez ütközött volna valami jogszabályba, akkor már a rendőrök beavatkoztak volna, és ez nem történt, hiszen a rendőrök ezt végignézték a rendezvényt, és ők is tudják, hogy nem történtek ilyen jellegű dolgok, amik nem fértek volna bele ismételten a szabad véleménynyilvánításba. És akkor az sem igaz, hogy ön rúgott először, mert itt azt mondja Jakab Péter, hogy megrúgta az egyik jobbikos szervezőt, és ezt követően vitték le önt a földre.
Na hát miután ugye folytogatnak, és ugye szemből is támadnak, és többen támadnak az emberre, akkor elképzelhető, hogy lábbal hárítottam támadást. De ez már akkor ugye... miután önt elkapták utána történt? Persze, mert a Jakab persze. Péter nyilatkozatból az derül ki, hogy ön rúgott először. Hát de Jakab Péter ezt ő nem láthatta. Hát onnantól kezdve... Tényleg hol volt Jakab Péter, amikor ez az egész történt? Jakab Péter 60-70 méter távolságban éppen a mikrofonba hazudozott a hajdúhatázi de miközben Jakab Péter választási beszédet mondott, közben valahol a háttérben így lezajlott ez a csodálatos esemény? Igen. Úgyhogy az egészről készült egy hosszú 40-valahány perces videó. Ott, ha meg tudja mutatni, hogy hol és kit zaklattam, ami én ugye ott sem vagyok a felvételen, akkor megkövetem őt, de mivel egy hazudós, ezért ilyet nem tud. Csak ugye nyilván neki most ez egy olyan kellemetlen helyzet, hogy eleve eljött egy olyan helyre, ahol ugye régen az általam szervezett rendezvényeken több ezeren jelentek meg, ugye ezt a sajtóból is, akik nyomon követte a Jobbiknak a életútját, akkor azt tudhatja, hogy voltak ott azért sokkal színvonalasabb és igényesebb jobbikos rendezvények. Neki ez most egy ilyen kis sértődős hülyegyereket játszik, aki nem tudott összeszedni 30 ezer aláírás, csak nagy nehezen 2 hét alatt. Nekünk ez Hajdúvatházon 6 órára sikerült mondjuk 7 ezer aláírás összegyűjteni. Szóval az, hogy az ő politikai sikertelenségét különböző hazugságokkal próbálja leplezni, ez ugye őt minősíti, és nem engem. Az, hogy az is tény, hogy ugye nem ellenem folyik csoportos garázdaság, testi sértés és egyéb bűncselekmények miatt nyomozás, hanem az ő emberi jelen, akiket nyilvánosan is megtagadott, és cserben hagyta a saját embereit, akik az ő védelmét szolgálták elméletileg. Hiszen a rendőrségi jegyzőkönyvből egyértelműen kiderül, hogy azt állítják, hogy ők Jakab Péter testőre, sofőre és technikusa volt a 3 támadó. Önt előállították? Ön ellen indult eljárás? Engem nem állítottak elő, engem jogi eligazításra hívtak be a rendőrök a rendőrségre, és miután folytogattak, utána volt egy szóváltás közöttünk, akkor ugye felmerülhetett egy úgymond egy garázdaságnak a gyanúja is részemről, úgyhogy itt a szóváltás alatt hangosan beszéltek és szitták egymás édesanyját, vagy mi történt pontosan? Hát, erre már az ember ugye nem egyedemlékszik, hát, hogy akkor tudtam éppen levegőt venni először. Mm-hmm. Tehát elképzelhető, hogy mondhattam olyat, amit most nem szívesen ismételnék meg, és nem vagyok rá büszke. De hát ilyen az, amikor az embert orvul megtámadják hátulról, ugye olyankor nem biztos, hogy alaposan megtudja az ember fontolni, hogy mit is mond. Nyilván ezek szavak voltak, a részükről pedig ez cselekedet volt. Ugye a rendőrség közleménye szerint előállítottak egy 42 éves helyi férfit, és vele szemben garázdaság miatt indult eljárás. Akkor ez nem ön? Ezt nem tudom, hogy ez én lennék-e. 42 éves? 42 éves vagyok, leszek, vagy voltam. Úgyhogy viszont ugye engem nem előállítottak, hanem jogi eligazítás névén mentem be magamtól a rendőrségre. Tehát ez nem ugyanaz a kettő. Ugye azt is írja, hogy az ügyben gyanúsítotti kihallgatás eddig nem történt, ezt a Blick kérdésére erősítette meg a megyei főkapitányság, és ugyancsak a Blick információi szerint hamarosan viszont Jakab Péter testőreit is kihallgatják egy másik eljárásban. Ön tett feljelentést, vagy bármit? Igen, tettem feljelentést, persze. És itt testi sértés, vagy ilyenkor mi a... Hát itt ugye súlyos testi sértés, garázdaság... életveszélyes fenyegetés. Hát ez egy halmazati bűncselekmény, amiben majd nyomoz a rendőrség, amiben megtettem a feljelentést. És hogy érzi, tudja bizonyítani? Hát ugye itt felvételek készültek, meg volt egy csomó szemtanú. Az egy érdekes dolog lesz, hogyha a szemtanúk egyik része így, a másik része meg úgy látta a történetet, és mindenki egyfajta politikai szemüvegen keresztül látta a történetet. Nyilván itt ugye, mivel a rendezvény mögött álltunk, és mindenki ugye a rendezvényt figyelte, ezért a hamis tanúzás már egyik gyanúja fenn is áll, hogy olyan ember is jött tanúskodni, aki ott se volt, úgyhogy de hát majd ez a rendőrség nyomozás során kiderül. Lényeg az, hogy 6-7 ember ugye tudja tanúsítani az én igazamat, úgyhogy reméljük az igazság fog győzni, és akkor ezek az orvul támadók megkapják a méltó büntetésüket.
Ugye ön radikálisként apostrofálja magát. Hogyan értékeli a mostani Jobbikot? Mennyire tartja még bármennyire is akár jobboldali, akár szélső jobboldali pártnak, és egyáltalán hol helyezi most el a politikai közéletben? Hát most leginkább a mostanikus modell legalján helyezném el őket, hiszen az az ideológia, amit a Jobbik képviselt, amikor én is csatlakoztam hozzá, annak a szöges ellentéte tapasztalható most. Tettekben mindenféleképpen, szavakban még próbálkoznak azért radikálisnak is tűnni, de ez gyakorlatilag már nem létezik. De a radikalizmus tagság... most pont önnel szemben éppen bemutatták, hogy azért még megvannak az emberek, ha szükség van rá. Na most az, hogy ugye fizetett embereket, meg nagy darab kopaszokat lehet bérelni. Annak idején, amikor mi polgárőrködtünk, nekem is sok kigyúrt barátom is segíteni polgárőrködni, de mi a lakosság védelme érdekében jelentünk ott meg, és csökkentettük a radikális módon Hajdúvadházon a bűncselekmények számát, de tényleg radikálisan, tehát ezres tételben mérhető az éves bűncselekmény száma, amivel csökkentettük ugye, a Hajdúvadházi eseteket. Ezt érezte a lakosság is, hogy éppen ezért van nekünk ott 7000 aláírásunk és 7000 támogatónk a 13000 fős településről, aki tudja ezt bizonyítani, hogy ez tényleg így volt. Úgyhogy ugye, jelenleg ezt a magyar kormány sem tudta megcsinálni, de ez a belügyminiszternek is csak egy kéthetes rendtételéről szóló ugye, ígérete is csak egy illúzió volt, tehát nem voltak ezek képesek megcsinálni. Mi megcsináltuk ezt, és minket szeretnek ott az emberek. Azt, hogy őket nem szeretik, és aki sértődöttségük miatt ilyenekre vetemednek, hogy agresszív dolgokat visznek végbe azok ellen, akik velük nem értenek egyet. Most kíváncsi lennék, hogy a kormányra kerülnek, akkor akik nem szimpatizálnak velük, azokat nagyon fogják lövetni ezek után. Tehát ha már most ilyen módon torolják meg azt, akit egyébként ők hívtak oda, mert egy lakossági fórumról beszélünk, ahol az emberek véleményét kérdezték meg, és ha nem tetszik az ellenvélemény, akkor azonnal meg kell verni a másikat? Ez micsoda dolog ez? Hát eléggé érdekes dolgok zajlanak ugye a Jobbikban. Felmerül a kérdés, hogy az olyan érzelmű szavazók, mint ön, egyáltalán tudnak-e 2022-ben bárkire szavazni? Tehát mennyire érzi ön most politikai hajléktalannak magát, vagy mennyire talált olyan politikai közösséget, ahol viszont mondjuk még azok az elvek vannak, amit ön vall? Van egy-két ilyen politikai közösség, amivel... amit tudnék támogatni, viszont az még nem erősödött meg úgy, hogy... De ami hazánk mozgalomra gondol? Biztos, hogy nem. Hát az egy cég gyakorlatilag, ők annak idején 18-ban elosztották a pénzt, és a mi hazánk mozgalom az meg akarja tartani a radikálisokat, de ugyanaz... Mert a Jobbik és a mi hazánk egy cég? Persze, ugye nyilván ugye egymás szidása az csak egy ilyen kis fedő cselekedett. Ez érdekes, mert mindig azt szokták mondani, hogy a mi hazánk az a Fidesznek a ilyen leányvállalata. Ön úgy látja, hogy valójában a háttérben mondjuk Novák Előd és nem tudom, Jakab Péter kacsintanak egymásra és jobban vannak? Azért ne felejtsük el, hogy a Jobbik korábbi vezetőségében még sokan mozgatják a szálakat. Tehát itt... Vona Gáborra gondol? Elképzelhető, hogy még ő is benne van, igen. Tehát azért itt még a régi vezetőség alaposan irányítja és manipulálja ezt a fajta közösséget. Ez mire alapozza? Tehát tud konkrétumot mondani, amiből ez látszik? Azt, hogy most én honnan szeretem az információimat, azt most nem szeretném felfedni. De akkor vannak információi? Vannak információim. Ugye ez majd választásokkor ki fognak derülni meg, illetve utána, miután ugye elbukják majd nagy valószínűséggel megint, mert ilyen jellegű politikával úgy gondolom nem lehet választást nyerni, amit most jelenleg a Jobbik folytat. Hogy az, hogy ezek az identitásfosztott lelki jobbágyok, akik ugye úgy váltogatják az ideológiájukat, és úgy szövetkeznek mondjuk szemkilövető terroristákkal, mint mondjuk a jelenlegi Jobbik vezetése, úgyhogy ezzel a garnitúrával nem lehet hitelesen választásokat nyerni, és ugye látjuk, hogy állandó hazugságokba keverednek, látjuk azt, hogy a sajátjaikat elárulják. Ilyen emberekben nem lehet megbízni. A következő időszakban ön mennyire tervez politikai szerepet vállalni? Inkább a engem támogató emberek szeretnék, hogy jobban vállaljak. Én még nem gondolkoztam el rajta, hogy a következő időszakban biztosan nem.
mert én nem vagyok öreg ember, tehát én szeretnék itt élni még 20 év múlva is, tehát nekem van még időm arra, van még időnk arra, hogy kialakítsuk egy olyan politikai közösségét, és inkább aminek nem is a politika, hanem a mozgalmi jellege lenne itt a fontos, hiszen azokat az embereket gyűjtjük magunk köré, akik azt képviselik, amit mi 2006-ban elkezdtünk. Ugye a összödi beszéd volt a kiváltó oka annak, hogy például a Jobbik is aktívan elkezdett ugye fellépni hatalommal szemben. Most meg azokkal szövetkezik, akik ellen létrejött. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, ugye a Hit Rádió, a Hit Gyülekezete rádiója, hogy most látom közben, hogy még valamikor jobbikos képviselőként igencsak ellenvéleményt fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a Hit Gyülekezete Hajdúsámsonban átvegyen oktatási intézményeket. Ez 2012-ben volt, azóta eltelt 9 év. Most hogy látja ezt a helyzetet? Azóta nem követem nyomon az eseményeket. Ugye ott volt egy esetről tudok, amikor tömegesen több száz ember fertőződött meg, azt hiszem szalmonellával. Nyilván ott a nem megfelelő higiéniás szabályok miatt lehetett. Ez egyébként nem követem nyomon az eseményeket azóta. Tehát akkor tulajdonképpen nincs ellenére az, hogy a Hit Gyülekezete intézményeket működtet a városban. Azért kérdezem ezt, mert úgy hallom, hogy az ott élők így megnyugodtak ebben a kérdésben, és hogy nincsen ilyen háború, vagy nincsenek konfliktusok Hajdúsámsonban. Most nyilván van erről véleményem. A helyiek véleményét viszont nem ismerem. Úgyhogy utána fogok járni majd valamikor ezeknek a dolgoknak, de jelenleg most ugye nekem ez nem egy olyan napi renden lévő dolog, amivel foglalkoznom kellene, úgyhogy nem is foglalkozok vele. Rubi Gergely, köszönjük szépen, hogy velünk volt. Köszönöm a lehetőséget, minden jót!